a fénygyulai géniuszai egy természettudományos és történeti témákat bemutató kiállítás előkészítése címmel rendezett tudományos konferenciát a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum. Egy 2021-ben megkezdett kutatási program révén négy olyan gyulai származású kiválóság életútját és tevékenységét mutatták be a pénteki, az Almási Kastélyban megtartott programon, akik a fény adta lehetőségekre építették munkásságukat, ezzel pedig helyi, országos vagy éppen világhírnévre tettek szert. A Magyar Géniusz program keretében volt lehetőségünk egy tudományos kutatásra egy projektet elkészíteni, és hát tulajdonképpen erről a projektről szól a konferencia. A történész kollégáink gyulai géniuszokat kutattak, akikről mindenkiről egy előadást tartanak. A fény gyulai géniuszainak életútjai nagyon különböző mértékben feltártak. Bai Zoltán gyulaváriból indulva jutott el a világhírig, a háborús időszakban végrehajtott holdradar kísérlettel a modern űrkutatás alapjait teremtette meg. A maga korában híres gyufagyárat működtetett Gyulán Reisner Emánuel, akiről viszont alig tudunk valamit. A gyufagyárat 1886-ban vette át. Ő egy zsidó család sarja és gyulaváriból költöztek be Gyulára, ugye a 19. század második felében, és eleinte ugye, liszkereskedéssel és malom üzemeltetéssel foglalkozott, aztán a ilyen bonyolult családi kapcsolatok révén beszállt a gyufagyárba. A fényképész Székely Aladár munkásságát egy érdekes kettősség jellemezte. A Székely Aladár, mint realista portréfényképészt ismerjük, aki azt vallotta, hogy az alanyt púzmentesen a maga természetességében kell ábrázolni. Ugyanakkor a társasági lapokban megjelent feltételei inkább a hagyományos szellemben készült portrékat mutatják, tehát életművével kapcsolatban említhető egyfajta kettősség. A konferencián arról is szó esett, hogyan készült el a gyulai születésű Bródy Imre kriptonnal töltött izzólámpája. Ő az argongázzal kísérletezgetett, és élettartam vizsgálatokat folytatott, és rájött olyan összefüggésekre, kémiai összefüggésekre, amely, ez a termikus diffúzió, amelynek során gyakorlatilag nehezebb molekulasúlyú gázt párosított a Wolfram szál mellé, és hát ezáltal nyerte el azt a minőséget, azt a fényerőt, amelyet a kriptonizzó gyakorlatilag biztosított, és ezzel vált a konkurensek fölé, és előnyt ezzel tudott szerezni. A konferencia témáját egy önálló, állandó kiállítás mutatta volna be. Görgényi Ernő polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, a város vezetésének felelős döntést kellett hoznia, a jelenlegi helyzetben pedig a meglévő, a település méretéhez képest igen jelentős intézményhálózat megőrzése lehet a cél. A polgármester arról is beszélt, hogy ez a konferencia nem csak a múlt szellemi értékeinek gazdagságát mutatja be, hanem azt is, hogy a jelenben is vannak jelentős szellemi műhelyek. Ez a konferencia első ránézésre azt mutatja be, hogy városunk történelmi múltja milyen gazdag, gyulai születésű, gyulai kötődésű tudósokban, művészekben és iparos vállalkozókban. Ugyanakkor, ha a dolgok mögé nézünk, akkor ez a konferencia azt is megmutatja, hogy Gyulaváros kulturális javakban és szellem teremtő erőben ma is rendkívül gazdag. A konferencián szó esett a kiállítóterekben használt interaktív digitális eszközökről, a kommunikációs és marketing tapasztalatokról, valamint a közművelődési és kiállítás szervezési kérdésekről.